Vigyázzon, vigyázzon minden kedves homofób néző, ugyanis a Brewdog támogatja a új szót tanultam, új betűszót, tehát én még ott tartottam, akkora boomer vagyok, hogy én még csak az LMBTQ-t tudom, a leszbikus, meleg, LGBT, biszex, transzexuális, LGBTQ, kú, valami a, tehát a végén még az aszexuális is ott van. Hát az aszexuális az, aki ugye elmegy olyan orgiába, ahol mondjuk megnézik a cápa kettőt. Na és akkor nyilván ennek a mozgalomnak a támogatására csináltak egy olyan sört, aminek volna értelme, mert ha ezt jól veszem ki az ismertetőből, akkor ez egy komlósabb Hellas. Hellas mit háltunk, nekem erre a Google Translate azt mondta, hogy ez valami olyasmi, mint a haltung az attitude, gondolom, tehát ez a hozzáállásod. Tehát amikor van valami ötleted a dologgal kapcsolatban, berlini, 5% szűretlen Hellas, azt ígérik, hogy virágos, narancsos malátás. Ja, itt van, de fölírtam, LGBTTIQQA. Józsi a fejét fogja, majd meg kell tanulnod, mert nem maradhatunk ennyire barbár boomerek, és majdnem ennyi féle komló van benne, szóval az a furcsa, hogy Hellasbe belekúrják a Cascade Sapphire, Simcoe, Tahoma, Huel Melon és Tango komlókat, és tudjuk a malátákat, Carapace, Pilsner és Sour, tehát savanyú maláta is van benne. We believe good beer should do some good. Igen, a jó szándékú sör. 50% profit 50%-et a Berlin Pride-nak adják, úgyhogy Christopher Street Day, így hívják a meleg felvonulást, úgy látszik Berlinben. Ajjajjajjajjaj. Hát, belekortyolunk, aztán a végére. Második kortyra már kiderül, hogy ellé, GV, BV, QVA, AVA, AVA, mivé változunk. Yes. Berlinben és Ellomban is óriás fertőzések. Hű, itt nagyon sok van. 2024-05-30. Kent 2023. május 31. És most van október 2. Miért? Mi a franc? Mi a franc baja van? Azt hiszem, hogy értem, mit akart a művész, de sajnos ez is megvan menve. Le se járt, ez olyan punyat romlottkás. Meg hát úgy is néz ki. Hát sajnálom, Brewdog. Talán majd egy másik alkalommal. 2,20 euró amúgy az ár, amit találtam ehhez. Hát sajnálom, ez értékelhetetlen. Mi a franc van? Ezek ráadásul dobozok. Még egy évig jó. És tényleg hűtőben volt. Szerintem Zozó se tárolta félre. Ha mindegy. Majd egy másik alkalommal. Jövő héten megnézzük, hogy a Sommerpause vajon jó-e.